Közelről címmel új sorozatot indítunk, mellyel a gombafajták ismertetésére vállalkozunk. Alapvetően azért, hogy a gombászásnak, ennek a sokak által kedvelt és hasznos időtöltésnek soha ne legyen tragikus következménye. Fontosnak tartottuk, hogy az első számú közellenséggel kezdjünk. Köszöntöm a természetkedvelő nézőinket. Most a gyilkos galócát fogom bemutatni közelről. A gyilkos galóca a fenyő és lombelegyes erdőinkben nyáron, ősszel növekvő gomba. A Magyarországon halálos kimenetelű gombamérgezések 90-95%-áért felelős gombáról van szó, ezért nagyon fontos, hogy mindenki ismerje. Egy általában olajzöld, zöldes-sárga kalapú gombáról van szó, néha barnás, zöld színezetű, sőt vannak egészen fehéres, sőt teljesen fehér kalapú egyedei is. A legfontosabb ismertetőjegyei, hogy a galócákra általánosan jellemző bocskor, ami a tönk alján van, ez megtalálható nála, elég kifejezett nagy bocskora van, itt egy nagyobb tönk is látszik, itt egy kisebb példány tönkje és bocskora. A gallérja, ami a kalap alatt látható, ez sokszor lemosódhat, de nyoma az mindig látszik. Egy kis vékony lehajló gallérról van szó, ezen a másik tönkön csak egy ilyen kis piszkos barnás sávként figyelhető meg. Lemezes gombáról van szó, tehát a spórák a tönk alján lemezeken fejlődnek, fehérek ezek a lemezek, és nem színeződik a gomba, tehát az a hiedelem, hogy a színeződő gombák nem jók, ami nem színeződik az jó, az nem igaz rá, sőt látszik itt, hogy még a csiga is megrágta, tehát az a hiedelem, hogy amit a csiga megrág, az valószínűleg nagy veszélyt ránk nem jelenthet, az sem igaz rá, ezt is megrágta a csiga. Állítólag még jó ízű is, és kicsit keserű mandula illatú, tehát még az illata is kellemes. Ugyanakkor, miután megettük, 6 órán belül semmilyen tünet nincs, felszívódik, és miután már a méreganyag a vérünkben van, csillapíthatatlan hányás rosszulét következik be, majd pedig egy fél-egy napon belül a máj károsodás elkezdődik, a máj sejtek roncsolódnak, a méregtelenítő funkciójuk is leáll, és maga a máj sejtek megújulása, tehát gyakorlatilag vértisztításra, máj átültetésre van szükség ahhoz, hogy hát meg lehessen menteni a gyilkos galóca mérgezett betegeket. Magyarországon évente 10-15 halálos gyilkos galóca mérgezés is van, hogy előfordul. Ezért nagyon fontos ismernünk ezt a gombát. Ugye a zöld színe kevés gombának van, úgyhogy ezt általában érdemes elkerülni. Egyedül ugye a varaszzöld, olívzöld, galambgombák azok, amik zöld színűek és ehetők, piacon árusíthatók, de hát egészen más felépítésű gombákról van szó. Ezek a gombák mindig erdőben nőnek, ugyanis fákkal gyökér kapcsolatban vannak. Ez egy speciális mikoriza kapcsolat, a szimbiózis egy fajtája, a fa és a gomba együttműködése. A gomba fonalai és a fák gyökerei összekapcsolódnak, egymást segítik. Tehát mindig erdei fákhoz kapcsolódóan jelenik meg, réten sosem nő ez a gomba ezáltal, mert a fákhoz közvetlenül kapcsolódik a gomba fonalain keresztül. Ha véletlenül valaki gyilkos galócát szedett, akkor a kosarában levő összes gombát ki kell dobni, ugyanis nagyon kis darabja is ennek a gombának, ha rákerül akár egy lemez darab a más gombákra, ugye ez egészen kis darabot is jelenthet, már komoly mérgezést okozhat, és mivel minden gomba egyedileg eltér, hogy mennyi mérget tartalmaz, nem lehet tudni, hogy mi a halálos dózis. Állítólag egy közepes méretű gomba egy négytagú család halálos dózisát tartalmazhatja.